felülvizsgálná a kisadózó vállalkozások tételes adójának röviden katának a jelenlegi szabályozását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Erre szerintük azért van szükség, mert a munkáltatók katásként alkalmaznak valójában munkaviszonyban dolgozó alkalmazottakat, mivel azzal lényegesen kedvezményesebben, kevesebb adó befizetésével lehet ugyanazt a munkát elvégeztetni. Egy havi 25 ezer forintos, 50 ezer forintos, illetve 75 ezer forintos tételes adó szinten minden járulékot, fizetendő adót kivált. Éves szinten 12 millió forintot lehet így elszámolni. E fölött már 40%-os különadót kell fizetni. A kamarának vannak javaslatai, miként kellene szigorítani a szabályokon, mondta Fischer Sándor, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A munkáltatókra, vagyis a kisadózók megbízóira szigorúbb sarcokat vetnének ki. A katás vállalkozóknál az a változás alakul ki, hogy egy megrendelőtől 3 millió forint bevételnél éves szinten nem lehet több, illetve lehet több, de akkor már 40%-os adót kell fizetnie, és nem jelenlegi kedvező adókat, hiszen jelenleg havi 50 ezer forinttal egy főállású vállalkozó megúszta az adóztatást, az kiegészítő tevékenységet folytat, mondjuk más munkahelye van, vagy nyugdíjas, akkor havi 25 ezer forintot. Ez rendkívüli kedvező volt, ennek köszönhető, hogy ma több mint 400 ezer katás van az országban. A 3 millió forint feletti rész utáni adót tehát nem a katás vállalkozó, hanem az üzletfele, vagyis az őt megbízó cég lenne köteles befizetni az államkasszába. A szakemberek szerint ezzel eltűnne az adóelőny, és megakadályozható lenne, hogy a munkadók munkaviszony helyett katás vállalkozóként, lényegében színlelt szerződéssel alkalmazzák dolgozóikat. Pozitív folyamatot vár a kormány, elsősorban magasabb adóbevételeket, mert azt feltételezik, hogy egy része ezeknek a vállalkozóknak valójában munkavállaló, és nem társadalombiztosítás meg adóban nem azokat az összegeket fizeti, hanem egy viszonylag alacsony adót is fizet be. Ez az egyik. A másik részéről, amitől én félek, hogy vissza fog állni a fekete számlázás, ami azt is fogja jelenteni, ugye, hogy például a könyves nem fog számlát adni az anyagról, csak a saját béréről, az meg jelentősen csökken így a számla összege, illetve az is előfordulhat, hogy eltűnnek a különböző bevételek, azaz nem lesznek leszámlázva. Az adóhivatal elvileg eddig is ellenőrizte a kata alanyokkal szerződéskötő kifizetőket, és ennek keretében vizsgálta a bújtatott foglalkoztatással kapcsolatos visszaéléseket, idén is ezt teszi, mondta Mózsik Szilvia, a NAV Tolna megyei igazgatóságának szóvívője. Tolna megyében azt tudom elmondani ezzel kapcsolatban, hogy eddig még nem állapítottak meg a revizorok ilyen leplezett munkaviszonyt. Magyarországon a katás vállalkozások száma meghaladja a 400 ezret.